ott egy pár órával ezelőtt felkerült egy fájl az Apple oldalára, amely ugye a kiegészítőkhöz tartozik, és abban már szerepel a három új iPhone, amelyek szerint XS, XS Max és XR ezek lesznek a jelölések. De hogy ez pontosan így lesz-e, ez szerintem egy fél óra órán belül ki fog derülni, úgyhogy ezeket még mindig ne tessék készpénznek venni, de nagy valószínűség, ha már az Apple oldaláról származnak ezek az információk, akkor valószínűleg ez lesz. Az elemző egyébként azt is mondja, hogy este érkezik az Apple Watch negyedik szériája vékonyabb kerettel, emiatt a kijelző nagyobb lesz, és a felbontását is megnövelték. Az eszköz kerámia hátlapot kap. Siri proaktív javaslatokat tesz majd, hogy a már meglévő kardiográfia is támogatott lesz majd benne. A két új iPad Pro is közel keret nélküli kijelzővel és gyors töltési lehetőséggel USB-C-s portokkal fog majd debütálni, illetve egy olcsó MacBookot is bemutatnak állítólag, amely Touch ID-val újít és leváltja a MacBook Air-t, valamint az új MacBookot, illetve jön egy új AirPod is, tehát fülhallgató is, és végre megérkezik a vezeték nélküli töltő, amit már tavaly bejelentettek, meg hát igazából vezeték nélkül tölthetőek már ugye az új iPhone-ok, de még egy töltő nem volt hozzá, tehát az úgynevezett AirPower töltő is megfog, ha minden igaz, érkezni. Hát ezeket prognosztizálják, úgyhogy tényleg ki fog derülni hamarosan. Majd figyeljétek az eseményeket, és nyugodtan írjatok nekünk a Facebook oldalunkra, amit már figyelek is egyébként, úgyhogy nyugodtan jöhetnek a hozzászólások. facebook.com/fixhd, egyelőre csak köszönés van. Sőt, még köszönés sincsen. Hát nézzenek oda, a tiszteletlen mindenség itt neki-e. Szóval nyugodtan írjatok, vagy csak én nem látom megint, tehát akkor elnézést kérek mindenkitől. Addig is tovább megyünk egy hírrel, hogyha már nem látom a hozzászólásokat, de mindjárt utána járok a hozzászólásoknak is. Csak hogy a másik oldalról is beszéljünk, Google telefonjairól, ugye Pixel készülékeiről is egyre több hír szivárog ki. Október 9-én lesz a bemutató hivatalosan, és annyi érdekesség derült most még ki, hogy nem csak egy rendezvény lesz, hanem kettő is lesz ezen a napon, és az egyik, képzeljétek el, Európában lesz, egész pontosan Párizsban. Rengeteg pletyka és szivárgás után a Google a múlt héten végre megerősítette, hogy október 9-én New Yorkban tartja majd az idei hardveres rendezvényét, ahol bemutatja a legújabb Pixel készülékeit, illetve ezek mellett ő is természetesen egyéb más dolgot is elképzelhet, hogy érkezik új Chromecast, új ugye ilyen Chromebook készülékek is érkeznek, egyéb más dolgokat is, ha minden igaz, akkor majd még ők is bemutatnak. És ezen mutatkozik be ugye majd a Pixel 3, illetve Pixel 3 XL okostelefon is. A Google most ki is küldte már a meghívókat. Egy második október 9-én esedékes rendezvényre is, amit egyébként Párizsban tartanak meg. Bár a helyszín eltérő, a két esemény egyszerre kezdődik el. Szakértők szerint arról van szó, hogy a Google immáron Európában is nagyobb erőkkel szeretné terjeszteni a készülékeit, ezért Párizsban külön bemutatójár az új pixeleknek, meg hát természetesen az egyéb más eszközöknek is. Úgyhogy nem csak az okostelefonokra koncentrál majd a Google. A Google Assistant elvileg rengeteg új nyelvet fog majd már ismerni, és idén Európa több országában is elérhetővé válhat majd, reméljük, hogy Magyarországon is, illetve a Google Home okos hangszórók is már kaphatók elvileg a kontinensünkön, és ennek a frissített verziói is majd már, ha minden igaz, Európára is koncentrálnak. Ennyit tudunk egyelőre. No kérem, megérkeztek a hozzászólások, úgyhogy, vagy hát legalábbis, ahogy az előbb mondtam, a köszönések, szia mindenki, akkor csak ennyit mondok, mert egyenként most nem köszönök mindenkinek, megyek tovább akkor a hírekkel, mert ha nincs kérdés, akkor ugye, akkor folytatom a híreket. A Huawei igazából mégsem váltja le az Androidot, talán egy évvel ezelőtt hangzottak fel ilyen jellegű pletykák, hogy egy saját operációs rendszert fejleszt a Huawei, mert szeretné lecserélni az Androidot.
Az MUI 9.0-ás verziójának közzétételével azonban a cég úgy vélte, hogy jó alkalom kínálkozik arra, hogy végre tiszta vizet öntsenek a pohárba. A vállalat egyik vezetője ezért maga válaszolt a témával kapcsolatos kérdésekre. A Huawei-nek nincsenek olyan tervei, hogy leváltsa az Androidot. Az ügyvezető szerint persze nem lenne nehéz megoldani a feladatot, elvégre ugye az MUI aktív fejlesztése miatt ez minden adott a Huawei számára. A valódi problémát az jelenteni, hogy nem lenne megfelelő app támogatás ugye az új platformon. Ez egyébként minden újonnan induló operációs rendszernek, pláne akik a mobil piacra koncentrálnak, szintén nagy probléma, tehát nem véletlen az, hogy nincs igazából értelme nagyon más operációs rendszert az Androidon kívül használni, tehát akinek van egy kis esze, az inkább az Androidot fogja használni. Az iOS csak azért nem, mert az egy zárt rendszer, azt az Apple nem fogja soha kiadni a saját kezéből. Az Android viszont egy nyílt rendszer, bárki által használható igazából, és hát millió meg egy applikáció van rá. Tehát most írnak egy új operációs rendszert, és nem mednek rajta applikációk, vagy nincsenek hozzá applikációk, mert még nem fejlesztették le hozzá, akkor innentől kezdve mit ír az operációs rendszer? Tehát ezért nincs sok értelme ennek a dolognak. Az elmúlt években ugye az Android és az iOS olyan uralmat építettek ki a piacon, amelynek köszönhetően ugye egyedülálló támogatást élveznek az appok területén. Ehhez a fogyasztók most arra hozzászoktak, tehát a Huawei saját rendszere ugyanabba a hibába futna bele, mint mondjuk a Microsoft Windows 10 mobil rendszere, akik ugye szintén próbálkoztak saját mobil operációs rendszere, több-kevesebb sikerrel egyébként, még azt sem mondanám, hogy nem voltak hozzá applikációk, mert egész sok volt hozzá, és még így sem tudott talpon maradni, tehát elkaszálták. Na most innentől kezdve egy friss, vadi új oprendszer mit akarna, hogy hello, itt vagyok, írjatok rám is appot. Tehát a fejlesztők biztos nagyon örülnének, ha még egy-két platformra kellene fejleszteniük, tehát nincs elég bajuk így sem. Úgyhogy nagy valószínűséggel hülye lenne tehát a Huawei lemondani az Androidról. További gondot okozna egyébként a rengeteg hogy rengeteg megállapodásra lenne szükség ugye a Huawei és a partnerei között, illetve a szolgáltatókat is rá kéne venni ugye az új rendszer bevezetésére. Nem valószínű, hogy ez olyan nagyon közkedvelt lenne első körben. Bár egy saját rendszerrel jól járna a Huawei, és részben függetlenedni tudna a Google-től, üzleti szempontból teljesen értelmetlen lenne a húzás, még akkor is, ha a Huawei a világ legnagyobb mobil gyártójává szeretne előlépni néhány éven belül, és nagyon jó úton jár gyakorlatilag, hiszen már a második helyen van, tehát az Apple-t már beelőzte, már csak a Samsungot kell legyőzni, na az egy nehezebb falat lesz nagy valószínűséggel, pláne, hogy egy alomból valók, ha már az előbb az operációs rendszerről beszéltünk, akkor az is ugye az Androidot használja. És hát nem csodálkozom ezek után, hogy sorra érik a támadások a Google-t, az Android miatt is többek között, mert hát ugye szó szerint egyeduralkodó. Tehát hiába van ott az Apple, de a zárt rendszer, a Google az egyetlen operációs rendszer, tehát az Android az egyetlen operációs rendszer, ami egyáltalán érdemben használható. Persze, hogy ez egy-két embernek nem tetszik. Mondjon jobbat! Tehát ennyi. Mondjon jobbat! Nem? Rendben. Megyünk tovább. Automatikusan a felhőbe mozgatná a fájlainkat a Windows 10 következő verziójában. A Microsoft a Windows következő kiadásában egy olyan újdonságot fog bevezetni, ami látszólag több adattárolását teszi majd lehetővé a felhasználó számára a merev lemezeken, mint azok kapacitása. Az új rendszer ugyanis automatikusan a felhőbe fogja mozgatni az egyes régen használt állományokat, amennyiben úgy érzékeli, hogy a gép beszerelt merev lemez kezd betelni. Ebből ugyanakkor a felhasználó szinte semmit nem fog észrevenni, mert a felhőben mozgatott állományok továbbra is megjelennek majd az intézőben, a file listában, úgy, mintha még mindig helyben lennének tárolva. Aztán a felhasználó, ha megpróbál megnyitni őket, akkor a Windows villámgyorsan letölti őket a felhőből a merevlemezre, és aztán már lokálisan lehet vele dolgozni. A Microsoft által Storage Sense-nek elnevezett technológia alapjaiban a Windows-ban már egy ideje megtalálható, ugye a OneDrive Files on-demand funkcióra építve, ezt bővíti ki ez az úgynevezett
automatikus feltöltési lehetőség a felhőbe a tárhely felszabadítás véget. Eddig ezt a felhasználóknak külön kellett bekapcsolniuk, mostantól azonban automatikusan aktiválni fogja magát a rendszer, ha úgy érzékeli, hogy vészesen kezd fogyni a hely a merev lemezen. A jobb helymenedzsment érdekében egyébként az új Windows 10-ben a Microsoft egy másik opcionálisan aktiválható fejlesztést is bevezet majd. Ez a felhasználó által meghatározott idő után automatikusan törli majd a fájlokat a letöltés mappából, ahol a legtöbben tipikusan csak egyszer használt fájlokat tárolnak, illetve hagynak ott. Hát vagy pont, hogy olyan dolgokat töltenek le oda, amire szükség van, és lehet, hogy a telepítőt azt ott hagyják, csak ha letörli, akkor onnantól kezdve lehet, hogy amikor újra szükség lenne arra a telepítőre, az már nem lesz ott, tehát ez annyira nem jó ötlet. Viszont az, hogy automatikusan felköltöztet bennünket a felhőbe, ezt jó ötletnek tartom. Annyi probléma van ezzel az egésszel, hogy mindenképpen ugye akkor valamilyen utómódon be kell autentikálni majd a felhőbe. Tehát, hogy mindenképpen Microsoft accountot kell hozzá használni, mert hát különben honnan tudná, hogy hova kell föltölteni. Tehát valószínűleg ez az úgynevezett offline bejelentkezési megoldásoknál ez ebben a formában nem fog működni, tehát külön kell majd mindenképpen online úgymond bejelentkezni a Windows, meg természetesen számítógép kell hozzá, hiszen ugye, vagyis internet kell hozzá, hiszen ugye, hogyha nincs neten a gép, akkor mondjuk hova fogja föltölteni, vagy hogy fogja onnan lehívni majd azokat a fájlokat. Tehát azért ez sok mindennek a függvénye. Ennyi. Storage Sense, majd erre keressetek rá az új Windowsban, ami egyébként szintén most már nincs messze annak a kiadása. Úgyhogy érkezik. Érkezik hamarosan. Jó. Tamás kérdezi tőlem a Facebookon, hogy az adás elejéről lemaradtam. Idén is maradsz majd Facebook Live az Apple bemutató alatt, és informálsz? Nem sajnos. Majd holnap csinálok egy összefoglalót, mert sajnos most adás után nekem el kell rohannom, úgyhogy nem tudom itt végigvárni. Adás közben meg nagyon nehezen tudom figyelni, úgyhogy most nincs ilyen kimondott nagy bemutató, mint amit tavaly tartottunk az iPhone 10 érkezésénél. Úgyhogy majd holnap fogom összefoglalni, illetve majd a Restart Extrában kicsit bővenben beszélgetünk róla, hogyha eljutunk odáig, de ma nem. Aztán Zoli írja nekünk, szia, én írtam neked a levelet a fészes oldalatokra, meg tudod azt nézni, egy választ már kaptam rá, arra is válaszoltam, de még arra nem jött válasz. Most rá tudnál-e válaszolni élőben, úgyis a telókról van szó, ami engem érdekelne, az elég tág téma. Hát nekem csak az a bajom, hogy most miért megtalálom a te hozzászólásodat, Zoli, hát írd ide, légy szíves, és akkor válaszolok rá. Tehát most én értem, csak ne hagyd ne kutakodjak ott abba az üzenetek között. Egyébként oda hiába írtok, nem nagyon szoktuk megnézni. Nagyon ritkán én néha úgy ránézek, ha van valami, és még látod, ezek szerint válaszolok is, de hát most így inkább itt írjatok adás alatt, jó? Tehát adáson kívül max e-mailbe írjatok nekem, arra sincs időm mindig válaszolni, tehát ne tessék rám el miatt haragudni, csak hát azért amennyi megkeresést mi kapunk, nem véletlen, hogy egyes platformokat már direkt bezárunk, és azokon nem várjuk a hozzászólásokat, mert egyszerűen nem lehet ennyi felé figyelni, úgyhogy Zoli, legyél kedves, ideje leírni még egyszer a problémát, copy-pasztelt ki, vagy nem tudom, hagyd ne keresgéljek én most itt, mert így is annyi ablakom van már nyitva, hogy azt se tudom, hol vagyok, és még a Skype-ot is el kell indítanom, már csak azért is, hogy ott is hozzá tudjatok szólni, ha szeretnétek, úgyhogy tv.fix.hd, FixTV Hungary, itt is elérhetőek vagyunk, bátran tessék csörögni, Norbert szeretne bennünket felvenni ismerősnek, hát felvettünk, kedves Norbert, úgyhogy te is hozzá tudsz már szólni. Hozzá is szóltál rögtön nálam, teljesen új lett a Chrome, üdv Norbi. Hát Norbi, szerintem most már mindenkinél remélhetőleg új a Chrome, hiszen ugye az legalább lefrissül. Lefrissül magától. Ádám írja, hogy egyébként Selfish OS is létezik. Biztos, nem tudom, miről beszélsz. A Selfish, erről még nem hallottam. Tehát eladó hal. Micsoda? Igen, Selfish, vagy Selfish,
ugye, mint féltékeny, ezt is jelent, nem tudom. Valami rémlik, mint hallottam volna ilyesmire, de az is Android alapú, ez olyan, mint a Lineage OS, vagy régen volt ugye a Cyanogen mod, ami igazából módosított Android, tehát szerintem ez a selfish operációs rendszer is valami olyasmi lehet, tehát attól még az alapja Android. Tehát ez nem, az ilyen klónokat nem hívjuk külön operációs rendszernek. A 10 az például egy operációs rendszer, vagy annak idején volt hogy hívták? Badu? Nem Badu, mert az egy ismerkedő, vagy ilyen társkereső oldal volt, de valami hasonló. Ugye ilyen kínai mobilokon vagy okostelefon kezdeményeknek volt operációs rendszer, nem jut eszembe a neve. Tehát voltak próbálkozások, mint ahogy ugye a Microsoftnak is ott volt a Windows Phone, de tehát, hogy érezzük, hogy elmondtam gyakorlatilag, hogy mi a probléma ezekkel. Kevés rájuk az applikáció, és az emberek meg appéhesek, tehát, hogy mindig mindent kipróbálnának, játszanának, nem tudom, és nincs hozzá semmi, akkor ugye, egy idő után úgy, hát akkor unatkozom a telefonomon, mert még csak új dolgokat sem tudok kipróbálni. Ez a gond. És azért az, hogy applikációkat fejlesztenek, azt ugye azért az fejlesztők is kellenek, akik most már rá vannak állva gyakorlatilag az iOS-re, illetve az Androidra, tehát hogy nem nagyon fognak másra fejleszteni. Amikor még a Microsoft aktívan tevékenykedett és fejlesztette a rendszerét, akkor sem fejlesztettek hozzá harmadik felek nagyon applikációkat. Jó, a nagyobbak igen, tehát mit tudom én, a Facebook azért fejlesztgetett rá, de nem olyan nagy erővel, tehát hogy ez azt jelenti, hogy sokkal butább volt a Microsoft Windows Mobile-on a Facebook, vagy akár az Instagram, mint mondjuk, sőt az Instagram nagyon sokáig nem is volt, meg a Messenger sem volt, mint ugye az androidos vagy az iOS-es verzióiban. Tehát, hogy azért nehéz ennyi fele koncentrálni, mivel más platformokról beszélünk, innentől kezdve ez nagyon sok mindenek a függvénye, tehát most vannak azért persze olyan gyártók, akik bepróbálkoznak. Kira kérdezi tőlem, hogy mi a vélemény az új pókember játékról. Hát Kira, bevallom őszintén, azt sem tudtam, hogy létezik olyan. Hát, hogy én így játszani nem szoktam. Illetve amivel szoktam, azt most itt adásban nem fogom nektek elmondani, hogy mi az. Ez nem az a műsorsáv. Hát, jó. Csak viccelek természetesen, de tényleg nem vagyok otthon a játékokban, és ezért innentől kezdve nem is nagyon követem az eseményeket. Erről a Game On Ádámot tessék kérdezgetni, vagy hát az is lehet, hogy majd, hogyha jó játék, meg új játék, akkor szerintem egyébként majd fog vele valószínűleg ő is játszani. Aztán mi a véleményem ezekről a felhős dolgokról, mennyire biztonságosak ezek, ezt Árpád kérdezi. Én azt gondolom, hogy biztonságosak. Tehát, hogy egy Microsoft, egy Google, és így körülbelül itt meg is állt a sor. Ők nem engedhetik maguknak meg azt a presztízs veszteséget, hogy ne legyenek biztonságosak. Persze időről időre kiderülnek problémák, mint minden rendszerben. Nagy valószínűséggel ezekben a szolgáltatásokban is előfordulhatnak időnként kisebb-nagyobb problémák, már olyan szintű problémákra gondolok, hogy nehogy Isten kiderül valami sebezhetőség, ami biztonsági szempontból esetleg érzékenyen érintheti akár a céget, akár a mi adatainkat, de azért nem tudom, nem nagyon hallottam még olyan információról, egy-két ilyen álhírt kivéve, hogy mondjuk a Google jelszavakat, vagy Microsoftos jelszavakat loptak volna, hogy feltörték volna a rendszert. Tehát én azt gondolom, hogy nincs erről szó. Úgyhogy én teljes egészében azt kell, hogy mondjam, és nem fizettek érte elhihetet, hogy ezek biztonságosan használható rendszerek. Úgyhogy, de persze nem muszáj megbízni ezekben, nyugodtan lehet használni az ilyen mega.com, meg CZ, meg nem tudom milyen oldalakat, amiket a múltkor pont ugye esett róla szó, hogy ezeket milyen szépen feltörték. Nem tudom igazából. Tehát, hogy ez mindenképpen, hogy tudom, hogy benne van, és bele van kódolva, és logikus, és érthető is, hogy bizalmatlanok vagyunk, meg visszaélnek persze az adatainkkal, gondoljuk ezt. Nem gondolom, hogy a nagy cégek ezt ilyen módon csinálják, és a visszaélések is ugye teljesen másról szólnak, mint amiket így általában ilyen clickbait cikkekben lehet olvasni az interneten. Úgyhogy én azt gondolom biztonságos, vagy legalábbis én felhőbe tárolom amúgy is az adataimat évek óta,
én még nem vettem észre, hogy bárki is visszavélt volna az adataimmal, pedig elég komoly dolgokat is a felhőbe tárolok, tehát mondjuk a komplett vállalkozásomnak az egész könyvelése ott van fönt, tehát hogy például én ilyen szinten megbízom a Google-be, tehát hogy nem gondolnám, hogy ott ül bárki és is olvasgatja az én számláimat. Egyébként meg olvasgatja, tehát nyilvános az összes, ha úgy nézzük, tehát hogy nincs titkolnivalom, tehát fizetem az adómat rendesen. Innentől kezdve most mi a probléma? Tehát ki mit tud ellenem csinálni? Persze, akit akarnak, megfognak. De hát ez van. Az én lelkiismeretem tiszta. Jó. Sailfishingem. Érdemes a Windows 7-tel használni. Most Windows 7-et használni. Nem. Ez a válaszom, hogy nem. Ha már így konkrétan kérdezted, akkor konkrétan mondom, hogy nem. Persze mindenki azt használ, amit akar, tehát hogy, de én azt gondolom, hogy egy régi operációs rendszerről beszélünk, és ha az előbb a biztonságot említettük, akkor nagyon fontos, hogy azért jó pár év eltelt, a támogatása gyakorlatilag megszűnt, a kiterjesztett támogatása még megvan, de ugye ez semmiféle újdonságot nem tartalmaz, csak maximum ilyen erős biztonsági frissítéseket eszközölnek, ha arról van szó. Nem érdemes ennyire régi operációs rendszert használni. 2009-es a Windows 7, tehát az most már idestova 10 éve volt. Tehát, hogy 10 éves rendszer, én nem nevezném túlságosan biztonságosnak. Meg sokkal jobb a 10, tehát sokkal több mindent tud. Persze picit hardware igényesebb, tehát hogy azért az sem igaz, hogy ugyanaz a hardveren elfut a 10, amin a 7. Elfut, csak valószínűleg egy picit, nagyon picit lassabb lesz. Bár attól függ, hogy mit nevezünk lassúságnak, meg hogy egyáltalán mi az, ami lassabb lesz. Mert például a betöltés az szerintem gyorsabb, persze memória kérdése is a dolog. Tehát hogyha mostani hardvered van, még a középkategóriás hardware-ről is beszélünk, egy pár éves laptop, vagy egy pár éves számítógépről beszélünk, akkor egyértelműen Windows 10, tehát hogy nem érdemes régebbi operációs rendszert használni. Na Zoli végre megírta azt, amit egyébként nekünk elvileg megírt már korábban is. 100 000 alatt gondolom okostelefont venni, és egy elefont néztem ki, de ott mi ez? 5200-as ugye az akku miatt, mert ahogy nézegettem, az akku még mindig nagyon drága telefonoknál is, 3500-nál följebb nem szokott menni. Egy elefont mondjuk megkapok 50 körüli árkategóriában, de azt mondjátok, hogy akkor azt nem tanácsos, mert lassú a chipsetje miatt. Hát nem csak azért nem. Ez mondjuk érthető, akkor ahogy kivettem a szavaidból a Huawei, illetve a Samsung között érdemes gondolkodni. A Huawei-nél azt nem értem, hogy mit takar mesterséges intelligencia alatt. A telefon azt csinálja, amit én szeretnék. Hát nem erre használják a mesterséges intelligenciát, hogy így a telefonod így életre kell, tehát hogy így, amit alszol, ő kimegy, körbenéz, meg nem tudom, hanem ugye ahogy használod a telefonodat, a mesterséges intelligencia megtanulja a te felhasználói szokásaidat, és úgy sokkal jobban alád dolgozik, úgymond. Átrendezi kicsit a menüket, azokra összpontosít, amiket te szoktál leginkább használni, átrendszerezi a fájjaidat, intelligens módon kezeli a tárhelyet, ha gond van, szól, stb. Tehát a mesterséges intelligencia az igazából egyfajta asszisztensként dolgozik alád. És ez már hardveresen támogatva van valóban ugye az újabb Huawei telefonokban. Tehát azért itt megjegyezném, hogyha ilyen elefonokról beszélgetünk, meg 50 000 forintos kategóriáról, meg 100 000 alatti kategóriáról, ott nincsen mesterséges intelligencia, tehát hogy ne álmodozzunk. Az a csúcs kategóriás készülékekben van. Majd talán jövőre már lesznek középkategóriában is olyan mobilok, ahol már van mesterséges intelligencia, legalábbis hardveresen támogatott, mert szoftveresen persze lehet sok minden, mert az Google és az asszisztensét már azért elérhetővé tette szoftveresen mindenki számára, csak hát ugye hardveres hozzásegítés nélkül ez inkább sajnos a régebbi telefonokon, vagy az ilyen alsó-középkategóriás telefonokon ez nem nagyon működik normálisan. Úgyhogy amit mondani tudok neked ezzel kapcsolatban, ez ilyen elefánt, meg nem tudom milyen fonokat, ezeket hagyjuk már. Tehát még a neve se áll jól című történet, meg a haja is milyen, ugye, ahogy szokták mondani.
Ne, tehát hogy válasszunk már egy normális márkát, és persze most itt megint lehet hurragni, hogy hát igen, de hát most akkor mi van az ilyen kínai márkákkal, meg ilyenek. Egyébként a kínai márkák közül is vannak jók, sőt, vannak olyanok, amik Magyarországon már jelen vannak, van szervízhálózat, van viszonteladói hálózat, tehát hogy attól, hogy kínai, még nem kell félni tőle, na de az ilyen nevesincs történeteket, azokat ne nagyon, mert utána hova fordulsz, ha gond van? Gondolhatod, ha ilyen olcsón adják, akkor mit tudhat? Most az, hogy az Axia 5200 mAh, na bum, na de lehet, hogy olyan hardware van benne, ami ugyanúgy lezabálja azt az 5200 mAh-t, amennyit mondjuk egy minőségibb telefonnál a 3000 mAh-s aksi is simán kibír. Tehát, hogy ezek nagyon nem mérvadó dolgok. Itt sok minden mást kell figyelembe venni. Tehát az aksi a legkevesebb. Általában egyébként most már a gyártók erre úgy törekednek, hogy az adott hardverhez optimalizálják az akkumulátort, tehát ténylegesen egyébként az aksi kapacitása szinte minden gyártónál majdnem ugyanakkora. Más kérdés, hogy az adott telefon hardveresen mennyit fogyaszt, miket csinálsz azzal a telefonnal, mert ha állandóan filmeket nézel rajta, meg játszol, akkor nagyon gyorsan le fog merülni. Tehát, hogy attól, hogy nagyobb az akkumulátornak a kapacitása, az egyáltalán nem biztos, hogy azt egyenes arányosságban van azzal, hogy tovább is fogja bírni. Úgyhogy én semmiképpen sem javasolnék ilyen teljesen no-name készülékeket egyébként. Akkor már inkább, komolyan most az egyik ilyen, hogy mondják ezt, hát nem bevásárló központ, hanem ilyen áruház gyakorlatilag, ahol mindenféle dolgot lehet kapni. Tudjátok, van a kicsi, meg van a mindegy, szóval az ilyen Lidl, Aldi, Tesco, nem tudom, és ott lehet kapni. Én próbáltam reklámmentesen, de egyszer nem tudom megfogalmazni, mi a szartnak hívják ezeket az áruházakat. Mert egyébként élelmiszer áruházak, ha hivatalosan néznénk, de mégis ugye csomó minden mást is forgalmaznak. Tök vicces, hogy ott néha megtalálhatók olyan márkák, most az egyikben, az A betűsben, a múltkor így tök véletlenül láttam okostelefon, 10 000 forintért, először így röhögtem, hogy ez mi, de olyan márkájú telefon, amiket annak idején, sőt nem csak annak idején, most is lehet kapni ilyen márkájú, mondjuk autórádiót. Tehát autóba való egész márkás rádiót. És az a gyártó, hogy nem is tudtam, hogy gyárt okostelefont is. Jó, hát nem csúcs kategóriáról beszélünk, hanem pont ilyen belépő szintű kategóriás készülék, de egyébként márkás, hogyha most az autó rádió márkáról azt mondjuk, hogy ez egy jó minőség, akkor ki tudja, hogy az okostelefonjuk milyen minőségű lehet. Állítólag nem rossz, tehát valaki mondta, hogy vett olyat, csak a poén kedvére, és a kocsiba GPS-nek meg úgy egyáltalán tökéletesen jó használható, meg akár ugye telefonálni is lehet vele, meg netezni is. Mindenre használtam, ami kell, 7.0-as Android van rajta, és 10 000 forintba kerül, csak így mondom. Jó, pici kell, mert 4 colos, meg minden, tehát nem egy Uber kategóriás telefon, hanem egy belépő szintű, de használható telefonról beszélünk. Most nem azt akarom mondani, hogy mindenki vegyen ilyet, de sőt, ilyet ne nagyon vegyünk, de ha nagyon muszáj, akkor akár még ezt ebben is lehet gondolkodni. Tehát annyiféle márka van, hogy nagyon nehéz, és én itt nem is nagyon emelhetek ki kimondottan egyébként ugye gyártókat, hogy melyiket érdemes megvásárolni. Max tanácsokat tudok adni, de nem terelgethetlek benneteket semmelyik gyártó felé, mert akkor itt ezt itt bújtatott reklámnak vennék, és higgyétek el, hogy semmilyen célom nincsen, sőt, még csak nem is kell, hogy bújtassam, mert hát mi érdekem lenne nekem, Max, ha fizetne érte valamelyik cég, hogy te figyelj már, mondjad már, hogy a milyen a legjobb, akkor sem mondhatnám. Tehát, hogy igen, innentől kezdve, mert ez meg a média törvény tiltja, úgyhogy higgyétek el, senki nem fizet nekem azért, hogyha én mondjuk bármit is ajánlok, ezért is nem szoktam ajánlani. Maximum többet. Na jó, bökény? Mert most, ja nem bökény, bocsánat, Attila van itt velem Skype-on keresztül. Szia, Attila! Szia! Csak azt szeretném kérdezni, hogy a Skype-al akármit csinálok, hiába kapcsolom be azt, hogy az indításkor indítja automatikusan a Skype-ot, egyszerűen nem, már leszettem, föltettem, akkor akárhogy halkítom, vagy hangosítom mondjuk hogy ne vízhangozzon, nem tudom megszüntetni, amióta ez az új Skype-ban, nem tudom, mit csináltak vele, de
amin föltenek. Nekem meg pont az a bajom, hogy mindig elindul. Tehát ez érdekes, hogy pont fordítva működik. Mert nekem meg az a baj, hogy nem tudom kiszedni néha, hogy ne induljon el. Egyébként ezt a beállítások között megtalálod. Tehát bemész a beállításokba, általános, és ott van Skype automatikus indítása. Ezeket minden be van kapcsolva, és még is nem jelentkezik föl. Akkor a telefonokkal meg azt mondom, hogy azért vannak olyan márkák, mint a Xiaomi, 40-45 ezer forintért már nagyon jókat lehet kapni, ami megfelel. Amiben nem akadozik a mondjuk a, na minek mondják már, na mi? Na. Jó, értem én, tehát hogy igen, vannak, ezt mondtam én is. Nem akadozik rajta semmi. Ezt mondtam én is, hogy vannak, tehát 40-50-nél már lehet ilyeneket kapni, vagy közepes, de no-name készülékeket. A Xiaomi az pont kezdi kinőni magát, úgyhogy már annyira nem no-name, és egyébként egyre drágább is lesz. Tehát teszem hozzá, tehát ha egy pont abból kifolyólag, hogy egyre nagyobb cég, egyre több helyen van jelen, egyre jobb minőségű készüléket gyárt, egyre kevésbé fog abba az 50 ezer forintba egyébként már beleférni. Úgyhogy... Így van. Ennyi. Jó van, Attila, köszönöm, hogy hívtál. Hello, szia, szia. Megyünk tovább. Azt mondja, hogy Android klónok, nem a Baidura gondolsz, mint klónra. Biztos, nem tudom, Bidu, Budi, Baidu, tudom, hát még a neve se hangzik jól annak se, tehát, hogy ki a franc használna olyan operációs rendszert. Lesz-e Apple műsor? Nem lesz. Aztán, igen, már mondtam, hogy te holnap lesz majd összefoglaló. Hát majd itt a restaurban elmondom, hogy mik voltak. Hát most nem fogunk ennek külön műsort csinálni. Tehát annyira azért, már bocsánat, a múltkor is nem is tudom, miért csináltunk, mert úgy gondoltuk, hogy itt valami nagyon nagy dolog fog történni, aztán hát annyira nagy dolog nem történt. Miért csinálnám mi az Apple-nek külön műsort? Még ki az Apple? Hogy mi külön műsort csináljunk neki, tehát hogy ne vicceljünk már. Ráadásul ismeritek a hozzáállásomat az Apple termékekhez, nem fog neki külön műsort csinálni, tehát hogy csináljon, akinek két anyja van. Aztán, mi volt itt? Zoli írja nekünk, szia Wendy, ha automatikusan szinkronizálja fel az adatokat a Microsoft, nem lesz elég az 5 GB-os OneDrive tárhely. Szerinted emelni fogják a tárhelyet? Hát én azt gondolom, hogy az 5 giga azért az 5 giga, az nem olyan kevés. Tehát, hogy értem én, hogy most már itt mindenki, nem tudom, terabájtokba gondolkodik, mert a letöltött internetről levarezott dolgok már nem férnek el, gigabájtokba nem mérhető, hanem már terrába kell. Na de egy dokumentum, tehát hogy most egy 15 kilobájtos dokumentumokról beszélünk elsősorban, amiket az embernek az élete is fontos dolgok lehetnek, amiket mondjuk esetleg érdemes felszinkronizálni a felhőben. Tehát, hogy logikus, hogy nem fog korlátlan tárhelyet adni. Nem szól arról valóban a fáma, hogy ez most ténylegesen mit jelent, hogy mennyi tárhelyig engedi majd. De nagy valószínűséggel ez ugye arra van kitalálva, ahogy a hír is szólt róla, hogyha kezd betelni a merevlemez, azaz a háttértár, akkor pluszban rásegít a felhővel. Ez nem azt jelenti, hogy mindent föltölt oda, és akkor több terrányi adatot te majd ott fönt tárolsz, és akkor az ott elfér, és csak töltött föl a vinyódat, és sosem fog betelni igazából. Szerintem nem erről szó, hanem arról, hogy a fontosabb dolgaidat vissza tudjad keresni, és ne azon múljon a történet, hogy éppen betelt a háttértárban. Ezt gondolom egyébként, ez is manapság ilyen röhely, tehát jó ötlet, de ezt nem most kellett volna kitalálni, amikor tényleg 14 terabájtos Winchestereket mutatnak már be cégek, tehát hogy azt őszintén hogy lehet azt telerakni? Tehát hogy nincs az az Isten, bár egyébként itt például itt a tévbe tele tudnánk pakolni, nagyon akarnánk, sok videó nyersanyaggal az azért elég sok helyet foglalna, de azért érezzük, hogy egy átlag felhasználónak nincs szüksége 10x terrányi adatra. Tehát ne, egyébként se elégedetlenkedjünk már. Adnak valamit, még ha csak 5 gigabájtot is adnak, de azt is adják, tehát ne elégedetlen, mindezt ingyen ráadásul, tehát hogy megint az elégedetlenség szól belőlünk, ugye? Tehát nem elég nekünk az.
Nem elég, hogy ilyen szolgáltatásokat megcsinálnak, ami hasznunkra válik, vagy hasznosítani tudjuk, megelőzésképpen majd ő figyelmeztet bennünket, meg ő megoldja a mentést, és nem nekünk kell foglalkozni vele. Nem, mi az, hogy csak 5 giga? Jaj, csak vicceltem be. Én nem vicceltem, hanem tényleg ezért ez telhetetlenek vagyunk. Na, mi emberek, ilyenek vagyunk. Aztán Viki írja nekünk, hogy jó az új koncepció a műsoridő beosztással kapcsolatban. Mire gondolsz? Ezt nem egészen értem. Ja, arra, hogy nem hírekkel töltöm ki a műsornak egy jó része. Igen, megbeszéltük. Én tartom magamat ehhez, ha ti így szeretnétek, hogy a híreket így osszuk el, meg első a hozzászóló. Én eddig is így voltam ezzel, csak konkrétan nem mindig vannak hozzászólások. Közben jönnek a megfejtések arra, hogy mi lehet az a márka, és valaki itt írja is. Én ezt nem mondhatom be. Tehát, hogy... Úgyhogy Levente, ezért erre így nem tudok neked válaszolni, de egyébként igen. Hát, az, arról beszélünk. Aztán... Jézusom. Tehát, hogy a V8. De kipufogót talán így meg kéne hegeszteni, vagy ki kell cseréltetni. Tehát nem menő. Nem menő a belvárosban, a lakótelepen törött kipufogóval, lyukas kipufogóval menni, mert úgy az embernek így fáj tőle a füle. Tudom, hogy tudják legalább, hogy jössz, de engem nem érdekel, hogy jössz. Tehát... Jó. Lajos, már a Windows 10-re váltás előtt szó volt a Windows 7 tovább használhatóságáról. Sajnos Magyarországon sok program van még, ami csak a régi rendszeren fut, ezért kérdezzük állandóan a használhatóságát úgy is, hogy működik még sokáig. Értem én, Lajos, de ami Windows 7 alatt működik, az általában 10 alatt is. Tehát, hogy a programok 95%-a. Tehát az az 5% maximum. De ha felsorolsz nekem olyan programokat most így hirtelen, amiket te használsz, és nem működne Windows 10 alatt, akkor elismerem a dolgokat. Csak általában mindig mindenki erre szokott hivatkozni, de általában, amikor kipróbálom, mert én is hallottam már ilyeneket, és kipróbálom azt az adott programot Windows 10 alatt, és ugyanúgy működik, akkor nem értem, hogy miről beszélünk. Tehát... De mindenki, mondom, azt használ, amit akar, csak én ez a kérdés, ez ilyen értetlenül állok hozzá, hogy vannak emberek, akik ragaszkodnak a régi dolgokhoz, és elvárják, hogy egy rendszerfejlesztő, tehát mondjuk egy Microsoft, visszafele is mindent tegyen kompatibilissé. Ez fejlődést gátolja a gyerekek. Tehát értsétek meg, hogy nem lehet előre menni, hát a hátra nézünk. És ez igaz az életre is, nem csak az operációs rendszerekre. Tehát állandóan, ha a régi dolgokat kell foltozgatni, akkor nem lehet haladni. Tehát, hogy erről kéne leszokni. És én nagyon örülök annak egyébként, hogy a Microsoft is most már egyre rövidebb támogatási időket ad, mert valljuk be őszintén, tehát, hogy 2-3 éves támogatási idők lennének a normálisak. Ehelyett most már 10. éve támogat egy operációs rendszert. Mit várunk még? Tehát, hogy... És akkor még így is egy csomóan szitkozódnak, hogy most akkor se cserélem le. Hát nem, akkor ne cseréld le nekem, aztán mindegy. Hát a saját gépeden azt csinálsz, amit akarsz, de azt ne várjuk, hogy én visszafele... Tehát mindent az agyamba tartsak, és még visszafele is gondolkodjak, meg a gyártóktól se várjuk azt, vagy a fejlesztőktől, hogy visszafele fejlesztenek. Tehát, hogy mindennel kompatibilissé tegyenek mindent. Nem lehet. Egyszerűen fizikailag kivitelezhetetlen. Azért instabil nagyon sok program, mert ettől függetlenül megpróbálják, hogy ne legyen rinyálás belőle, csak aztán utána attól lesz instabil egy rendszer, meg attól nem lehet normálisan optimalizálni, mert mindenre optimalizálni kell. És ha mindenre optimalizálni kell, akkor az nem lesz egy optimálisan futtatható program. Tehát itt ugyanezeket a dolgokat tudom felhozni, amikor jön ez a vita, hogy miért stabilabb az iOS, ami nem igaz, hogy stabilabb, de egyébként, ha így nézzük, akkor akár igen. Mert ugye neki csak az iPhone-okra, meg az iPad-ekre egy pár tucat hardware-re kell lefejleszteni az iOS operációs rendszert, míg az Androidnak több 10 000 féle eszközön kell futnia. Tehát, hogy persze, hogy kicsit másképp működnek a dolgok, meg sokkal lassabban működnek, meg lassabbak a fejlesztések, lassabban történnek meg a biztonsági frissítések, lassabban történnek meg a verziószámváltások. Hát ebből kifolyólag van,
Bár teszem hozzá, ez nem csak emiatt van, hanem a gyártók lusták pluszban a saját rendszereiket normálisan megcsinálni, míg az Apple-nek arra 10X készülékre, amint futnia kell az iOS-nek, azt azért kicsit egyszerűbb ráoptimalizálni. Ennek ellenére ott is futnak be azért elég sok hibába. Aztán, ha alkalmazást Skype-ról beszélünk, akkor engedélyezni kell a háttérben futó alkalmazásoknál, ezt Laci írja. Már mit? Hogy elinduljon a Skype? Én úgy tudom, hogy elindul. Ja, az alkalmazás, hát az más, igen, a program az elindul, az alkalmazás az nem tudom, de most az, hogy automatikusan, tehát nem tudsz klikkelni, de most tényleg. Tehát, hogy engem speciál pont az ideges, de minden el akar egyszerre automatikusan indulni, és betöltött a gép, de még mindig jönnek be programok. Először is mi a francna fusson a memóriába, és feleslegesen foglalja a memóriát, amikor nem használom, meg feleslegesen töltögessen a gép. Tehát majd használja az ember, akkor majd bekapcsolja, nem? Vagy legalábbis engem speciál zavar, de másnak meg ezek szerint mások az igényei. Aztán... Igen, 4K-s videókat lehet az említett 14 terrán tárolni, ezt Csanád írja. Hát például azon is, igen, de nem kell az 4K, ne félj. Tehát, hogy azért, amikor az ember mondjuk egy profi kamerával dolgozik, és mondjuk nyers fájlokat másol föl a vinyóra utófeldolgozás céljával, több órányi anyag, mondjuk külön, három különböző kamerából, azért az is jó pár gigát képes, jó pár 100 gigát is képes akár kitenni mondjuk egy ilyen 50 megabit per másodperces videó, ami ugye tömörít, vagy nem, ha nem is tömörítetlen, de ugye egy ilyen elég nagy felbontású és elég nagy bitrátájú videó, hogy minél jobb minősége legyen, mert a nyersanyagnál az a cél, hiába ilyen nagy, na de annak pont az a lényeg, hogy minél jobb legyen a minősége, hogy tudjál vele dolgozni normálisan, és miután megvágtad a videót, akkor lehet ugye a végén az egészből egy végterméket, egy render videót csinálni, és utána, hogyha már nincs szükség a nyersanyagra, azt le lehet törölni, vagy be lehet esetleg tömöríteni, és le lehet butítani a bitrátáját, hogy későbbiekben is föl lehessen használni, hogyha nincs szükség feltétlenül a nyersanyagra. Ha nyersanyagokat tárolsz, már pedig azért néha kell, akkor bizony azok nagyon sok gigát képesek egyébként elfoglalni. Aztán... A selfies, csak érdekességképpen mondom, nyilván esélytelen, hogy egyik napról a másikra sokan átálljanak rá. Amúgy nem Android fork, hanem lényegében az Androidnál a Linuxhoz közelebb álló mobil operációs rendszer. Hát, mivel az Android is Linux, innentől kezdve ugyanarról beszélgetünk. Most az, hogy máshogy hívjuk, egy másik disztribúció, attól még az Android, és attól még ugyanaz a probléma egyébként vele, mint amiről beszélgettünk, hogy nincs rá alkalmazás. Tehát, hogy nem az a gond, hogy írnak egy alapalkalmazást, vagy egy alapoperációs rendszert, amiben beletesznek ezt, azt, amazt, kezeli a telefont, kezeli a hardvert, van rajta egy-két app, amivel el vagy. Az egy dolog. Csak utána hol a többi? Tehát hol vannak a játékok, hol vannak a különböző közösségi oldalhoz tartozó alkalmazások, a navigáció, a blablabla, tehát azért most már manapság, amikor az Androidnál több 100 millió alkalmazás létezik, vagy 100 millió nem, de mondjuk több millió alkalmazás létezik, több 100 milliós letöltés van, de több millió alkalmazás van, akkor azt elég nehéz lesz ezt a hátrányt behozni. De akár az iOS-nél is beszélhetünk lassan hasonló számokról. Tehát, hogy ezt nem lehet behozni, és nem lesz fejlesztő, aki ezt megcsinálja. Az, hogy egy-két ilyen, nem tudom, kamikáze fejlesztő belevág ilyenekbe, meg ugye most egyébként csak így a létjogosultságát is megkérdezem, minek? Tehát minek, amikor van egy működő és jó? Csak azért, hogy ne az legyen? Tehát mindig valami más kell, mindig valami más, nem jó, ami van, valami más kell. Nem tudok ezzel azonosulni, tehát nem, nincs is róla véleményem, én hülyeségnek tartom. Tehát, hogy... Aztán...
Lajos, igen, nekem is 10-es van már, én is már elhagytam ezeket, úgy is elavulnak, csak a kérdésre akartam reagálni, köszi, a Windows 7-tel kapcsolatban. Igen, célszerű lenne mindenkinek most már úgy átállni valami komolyabbra. Így rengetegszer mit hallok, vagy mi az, amire leginkább szoktak hivatkozni, és kicsodák, hogy miért nem cserélik rá a régi rendszereket, a könyvelők. Könyvelés. 2018-at írunk. Halló! Már a NAV-nál is lehet könyvelni. Hát ez persze tudom, hogy ez nem jó, mert ott nem lehet akkor sumákolni, hogyha rögtön minden online, de egyébként csak úgy megsugom, hogy július 1-től hivatalosan az összes könyvelő szoftvernek kell tudnia az online könyvelést és a NAV-val való szinkronizálást. Tehát most az, hogy a régi szoftverekhez ragaszkodunk még mindig, azok a régi szoftverek tudják ezt? Valaki visszamegy, és a régi ezer éves, mert még ilyen is van, doszos könyvelő szoftvereket, vagy ilyen nem tudom, azokat megírja, átírja a doszos szoftvert úgy, hogy tudjon kommunikálni a NAV-val? Kétlem. Tehát ezek már ilyen fals indokok, meg így, tehát konkrétan ingyen számlázó szoftvert ad neked a Microsoft. De egyébként most nem akarok reklámozni, de van egyébként is más cégek fejlesztésében is egyébként tök ingyen használható számlázó rendszer, majdnem programot mondtam, még program sem kell hozzá, weben megoldod. Én például online számlázok. Tehát nekem számlatömböm nincs, x éve vállalkozó vagyok, azt sem tudom, hogy kell kitölteni egy számlatömböt, mert életemben nem töltöttem ki, mert online számlázok. Hát a mai világban a mobilomról meg tudom írni a számlát. Hát most minek vigyek magammal papírt, tollat, pecsétet, nem tudom, amikor... És tök tiszta, mert megírom, rányom, hogy send, tehát hogy küldés, vagy vittél mentés, vagy nem tudom, elmenti a rendszer, felszinkronizál a NAV-val, és már a NAV rögtön tud róla. Tehát innentől kezdve, akinek nincs szégyelnivalója, nincs félnivalója, nem akar sumákolni meg, nem tudom. Ez a legtisztább, nem? Tehát ne hivatkozzunk nekem ilyesmire, hogy könyvelő szoftverek még azon futnak, és akkor azért nem lehet átállni, mert az még mindig a régi doszos izé. És mit gondoltok, meddig fog az még működni? Tehát, hogy... Mert vannak ilyenek, tehát én hallottam ilyenekről, és ott a legtöbb esetben mindig a könyvelők problémáznak egyébként. És tovább még nem akarom bántani ezeket a könyvelőket, de láttam, volt már szerencsém egy-kettőhöz, hogy nyugi a jogszabályt folyamatosan kívülről nyomja, nekem csinálja a feladatot, miközben én fizetek neki, amit neki kéne csinálnia, de nekem oszt ki feladatot, tehát hogy végülis ez egy jó szolgáltatás, nem? Hogy ő mondja meg nekem, hogy én mit csináljak. Hát haló, én fizetek azért, hogy te csináld meg? Hát ne én csináljam már. Mindegy, ez az egyik fajta. A másik, hogy a könyvelő úgy küld nekem számlát, hogy papíron. Nem is értem. Tehát, hogy... Úgyhogy jól válaszoltam meg a könyvelőtöket, csak így mondom. Ne úgy járjatok, mint én jártam a múltkoriban. Aztán, most melyik a legfrissebb Android OS, ami megy gépen? Hát, hogy melyik van lefordítva X86-ra? Hát ugye az Android X86.android kötőjel X86.org, azt hiszem az az oldal, ha még... nem változtatták meg, mondom org, szóval a billentyűzetem is kihagy. És akkor ha minden igaz, akkor itt a letöltések között a legfrissebb Android, amit portoltak, kérlek szépen, itt a Cyanogen mod is fönn van, 6.0-as, 7.0-as, de én láttam volna 8.0-asat, csak lehet, hogy nem itt. Hát itt néz körül, jó? Én úgy látom, hogy 6-os, 7-es van, 7.1-es is van. Nem tudom, a 8-ast hol láttam X86-os portolásban. És az persze más kérdés, hogy tényleg megy-e. Tehát azért ez megint olyan, hogy mondjuk úgy, hogy a gépeknek a 75%-án működik. Tehát 3/4 arányban megy. De azért ott lesz az 1/4, ami valami, ha megy is a program, tehát maga az oprendszer, akkor valami nem fog működni. Nem működik a webkamera, nem megy a wifi, vagy valami gond lesz, mert hát ugye a drivereket nem lehet mindenhez hozzáírni, és ezért a különböző számítógépek, meg laptopok is olyan hardware
különbségekkel, vagy tehát olyan különböző hardverekkel vannak ellátva, hogy egyszerűen nem lehet mindent kompatibilissé tenni vele. Azt hiszem, az Intel chipsetes dolgok azok benne vannak, meg ilyen nagyobb gyártók, nagyobb chipsetei driveresen támogatva vannak, de minden nincs. Tehát ha valami speciális wifi kártyád van, mondjuk, az lehet, hogy nem fog működni alatta. Tehát ilyen nem már találkoztam. Meg hát gépen Android, hát azért nem ugyanaz. Tehát akkor már inkább a Lineage OS, ami, vagy nem is Lineage OS, a React OS, nem, az meg ugye a... De, igen, talán a React OS az, ami, amit érdemes lehet, hogy gépen használni, ami ilyen kicsit ilyen Windows, vagy ilyen Chromebook feelingű. Szóval az Android, ez valójában őszintén nem asztali gépre való. Tehát, hogy az érintőképernyőre, a mobilra, táblagépre, asztali gépen annyira nem jó, mert túl nagyok az ikonok, nagy maga a megjelenés, egérrel görgetni az érintő helyett az más. Ha valakinek olyan laptopja van, ami érintős, akkor tök jól el lehet vele lenni, de még akkor se szép, mert mondjuk egy böngésző az így tényleg akkora, mint amekkorában én szoktam használni amúgy, tehát, hogy ilyen ekkora betűk lesznek rajta, mert felbontásilag ugye ő azt ahhoz optimalizálja, mint hogyha egy táblagép lenne, és ugye azért az nem full HD, meg mit tudom én, ilyen 1260x760-as felbontás, hanem ugye jóval csekélyebb felbontásokra vannak optimalizálva ezek a szoftverek. 8.1-es is van a Laci közben itt, ha jól látom, akkor linkelte. 8.1 RC. Igen, csak a főoldalon érdekes módon a 7.1-est írják ki, de valóban van 8.1-es is. Igen, Oreo, itt van. X86-os port. Tehát mondom még egyszer, Android kötőjel x86.org. Ha valaki ki szeretné próbálni számítógépen is az Android operációs rendszert, akkor megteheti. És tudja igazából használni, tehát egész jól használható. Mondjuk a 8.1-est lehet, hogy én is kipróbálom majd, ha van ilyen táblagép. Vagyis olyan laptopom, ami ugye hibridbook és az érintőképernyős, azon egész jól el lehet vele bohóckodni. Már én kipróbáltam a régebbit, és az egész jól ment. Ugye úgy működik, mint bármelyik Linux, vagy bármilyen oprendszer, egy pendrive-ra kiírod az ISO-t, mert az ISO-ban lehet letölteni, bebootolsz a pendrive-ról, és hát vagy kipróbálod, mert ezek általában live OS-ként is működnek, tehát nem kell feltelepíteni, hanem a pendrive-ról képes futni. Persze jóval lassabb, meg újraindítás után minden adat elveszik, amit eddig csináltál, mert ugye ez csak kipróbálási célzatra van így ez az üzemmód. De ha meg tetszik, akkor fogod és fölinstalálod ténylegesen a gépre. Csak hagyjuk, hogy ilyen partícióra, meg olyan partícióra, tehát ott azt vagy beáldozza az ember azt a meghajtót. Ne játszunk olyat, hogy igen, fönn van egy Android, meg mellett egy Windows, meg egy nem tudom, mert ott aztán nagyon nagy kalamajkát lehet csinálni. Tehát azért arra figyeljünk, hogyha az jelenlegi számítógépünkön fut egy operációs rendszer, akkor ne installáljuk rá, mert ott azért lehetnek bajok. Vagy mondjuk Windows mellé, te ott ne próbáld meg föltenni az Androidot, mert nem fogod tudni rendesen utána lehet, hogy a Windows-odat bootolni. Tehát ezt egy külön meghajtóra érdemes, nem külön partícióra, külön meghajtóra. Jó? Na nézzük tovább. Egy hírt még mindenképp el kell nektek mondanom. Az Európai Tanács, meg az Európai Parlament is szavazott több mindenről, és most nem arról fogok beszélni, ami valószínűleg politikai értelemben elég szomorú, hogy ez történt. Viszont van egy másik dolog is, amit megszavaztak az Európai Parlamentben. Azt, amit a múltkor nem szavaztak meg, azt most megszavazták, kérem szépen. Hiába kongatta meg korábban a vészharangot az internet atya, az Európai Parlament a mai napon megszavazta az új szerzőjogi irányelveket, amely ugye 17 év után hoz majd változást. A képviselők elfogadták a javaslat két kényesebb 11-es és 13-as cikkeit is, amelyek közül utóbbi érintheti közvetlenül az átlag felhasználókat is. Az új pont ugyanis kimondja, hogy az online platformok üzemeltetője jelenleginél jóval kiterjedtebb felelősséggel kell, hogy tartozzanak a rendszerükbe feltöltött tartalmakért. Tehát innentől jönnek majd a szigorítások, hogy nem fognak mindent engedni, csak úgy feltölteni, még egy tárhely szolgáltatásra sem.
Az irányelvből konkrétumokat tartalmazó törvények majd ezután fognak megszületni, tehát itt ez még csak egy irányelv, nincs benne semmi szankcionálás jelenleg, hanem elfogadtak egy irányelvet, amire törekedni kell, és az egyes tagországok, illetve a globális Európai Uniós szabályozás is majd ezután fog megszületni, ez lehet, hogy évekbe telik még, tehát nem most kell arra számítani, hogy itt most hirtelen vége az internetnek, meg ebben a formában egyébként, amivel riogatnak bennünket, azért ez sem feltétlenül igaz, de tény, hogy valamiféle megszorítás fog következni, és valamiféle megszorításra szükség is van, ugye, amikor erről szó volt, akkor én ezt a véleményt, ezt osztottam, hogy ez így nem normális ez a dolog, hogy ezt így lehet ilyen dolgokat csinálni, hogy így teljesen következmények nélkül varezolgatni, szerzőjogokat sérteni, ténylegesen azt gondolom ezzel tele van a világ, mindenki ezt csinálja szó szerint, és ennek egy idő után következménye van. Ez így nem jó. Tehát valami megoldást ki kell találni. Mi a megoldás? Na, azt én sem tudom pontosan, mi lenne az, ami elfogadható. Hát majd ezt így lesz idő kitalálni, és ténylegesen törvényt alkotni rá. A támogatók szerint egyébként, hogy miért is volt szükség erre a nagy uniós szabályozásra, erről lehet ott olvasni, azt hiszem korábban, úgyhogy aki nem tudja, hogy pontosan miről van szó, most nem megyek bele a részletekbe, olvasson utána, 2 vagy 3 hónappal ezelőtt ez már volt egyszer terítéken, akkor elég nagy felháborodást keltett. Hát a másik dolog, amiről meg ma szavazott az Európai Parlament, azt gondolom az is elég nagy felháborodást keltett, úgyhogy azt ebben a műsorban én viszont nem fogom itt kifejteni, mert a véleményemet, mert se pró, se kontra, mert igazából mindegy, hagyjuk is. Ennyi fért a mai restartban, úgyis majd kidühöngöm magamat otthon. Tegyétek ti is ezt, holnap pedig várlak benneteket ugyanígy 7:30 előtt, 5 perccel a TV képernyők előtt. Köszönöm szépen a figyelmet, szevasztok!